az megengedhetetlen, hogy azt mondja a Románia miniszterelnöke, hogy a Székelyföld nem létezik. Az is megengedhetetlen, hogy bennünket magyar etnikumú románoknak nevezzem. Ezt a megnevezést a nacionálkommunizmusban, a nemzeti kommunizmusból származik, a 80-as évekből, a Ceausescu érából. Ugye ez volt a szakirodalomban a szóhasználat, hogy nacionálkommunizmus vagy nemzeti kommunizmus a politológiában és a történetírásban. És 2024-ben Csoláku pont ezt a megnevezést használja. A fasiszták, azok pedig azt mondják, hogy mi románok vagyunk. Tehát az AUR, csak érzékeltetem, hogy itt vannak nacionalista megnyilvánulások, és vannak sovén fasiszta megnyilvánulások. Az AUR pedig azt mondja, ő bennünket román testvéreknek nevezett le. Üdvözlöm a nézőket, és üdvözlöm a meghívottunkat, Csoma Botondot, az RMDSZ képviselőházi frakciójának vezetőjét. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, és köszöntöm a nézőket! Döntés született az RMDSZ európai parlamenti listájáról, nincs változása befutó helyeken, ugye igazából az első két hely számít a listán, a jelenlegi európai parlamenti képviselők, Vince Lóránt és Winkler Gyula, az újra ők a jelöltek a két befutó helyen. Miért mellettük döntött a szövetség? Miért nem érezték úgy, hogy akár egy változás is lehet most a listán? Egy komoly elemzést folytattunk az utóbbi időben, és úgy ítéltük meg, hogy mindketten olyan munkát végeztek az elmúlt 5 évben, tehát 2019-ben kezdődött el ez a mandátum, amely az volt a következtetés, hogy hatékonyak voltak, azt, amit el lehetett érni, elérték, tematizáltak, megmutatták az erdélyi magyarságot a brüsszeli és a strasburgi parlamentben. Ott volt a minority safe pack kérdése, tudtak emögé szövetségeseket keresni. Ezt el is fogadta ugye az Európai Parlament. Ezt nagyon sokan nem tudják, hogy az Európai Parlament elfogadta ezt a kisebbségi jogokra vonatkozó csomagot, csak az Európai Bizottság utasította el. Én úgy érzem, hogy nagyon sok esetben jól érvényesítették a magyar érdeket, a lehetőségek szerint. Nyilván két ember nem fogja megváltani az Európai Parlamentet, ezzel tisztában vagyunk mi is, és az erdélyi magyarok is tisztában vannak ezzel. És azt is elmondhatom önnek, nekem nagyon tetszett Vince Lóránnak ez az utolsó videója, nem tudom, hogy látta-e, amikor Johannes elnök urat szembesítette azzal, hogy 2020-ban használta a magyar kártyát egy belpolitikai vitájában a szociáldemokrata párttal. Mindannyian emlékszünk a Jó napot beszédére, amikor még a magyar nyelvet pejoratíve is használta, és ezzel nemrég egy látogatást tett az Európai Parlamentben Johannes elnök, és Vince Lóránt képviselő felszólalásában szembesítette az elnököt ezzel az akkori történéssel, ami azt szerintem, hogyha senki nem lett volna ott, vagy erdély magyarok nem lettek volna ott az Európai Parlamentben, senki nem szembesítette volna az elnököt ezzel a kérdéssel, ami azt hiszem, hogy egy nagyon súlyos esemény volt annak idején, hogy egy hivatalban lévő államfő a magyar kártyát, érzem, hivatalban lévő államfő, mert a belpolitikában használják a magyar kártyát, de egy hivatalban lévő államfő erre a szinten is megvádoljon bizonyos másomán politikusokat, hogy el akarják adni Erdélyt, ez nagyon súlyos volt véleményem szerint. Úgyhogy ezekből a tényekből kiindulva arra következtetésre jutott a szervezet, hogy folytassák a munkájukat, mert az előzmények és azt, amit eddig felmutattak, az meggyőzött bennünket arról, hogy nekik kell folytatniuk ezt a munkát. Mennyire figyelnek oda egyébként, ugye itt említette a Johannes kijelentését, és valóban a mi számunkra ez egy rendkívül súlyos ügy volt, de és valóban elhangzott Vince Lóránt részéről ez a beszéd, de vajon figyelnek-e eléggé egyáltalán, vagy egyáltalán figyelnek-e valamennyire az ilyen ügyekre, az erdélyi magyar ügyekre az Európai Parlamentben? Szerintem figyelnek. Visszhangja is volt, európai médiumokban is volt visszhangja. Az Európai Néppártban el kell mondanom önnek, hogy nagyon-nagyon nagy visszhangja volt. Tehát, hogy ez nem ment el csak úgy egy. Ez egy nagyon egy rövid, és nagyon jó beszéd volt a véleményem szerint. A lényegre fókuszált, és nem tűnt el csak úgy nyomtalanul a ködbe ez a beszéd. Tehát erre azért felfigyeltek. Felfigyeltek, és arra is felfigyeltek, azért volt hiteles ez a beszéd, mert ezt egy erdélyi magyar ember mondta el, ott el, nem más, egy erdélyi magyar ember.
Említette az Európai Néppártot, és akkor muszáj erre is rákérdezzek, szerdán és csütörtökön lesz az Európai Néppárt kongresszusa Bukarestben. Itt lesz a krémje, úgymond az Európai Néppártnak, itt lesz maga Ursula von der Leyen, Európai Bizottsági Elnök is. Egyébként várhatóan őt jelölik a saját jelöltjükként, őt fogják indítani az Európai Néppártban. Ugyanakkor azért az Ursula von der Leyen megítélése, hát hogy mondjam, nem túl jó. Nem csak az erdélyi magyarok körében, úgy gondolom, hogy Európa egy jó részében is rengeteg kérdést felvetett, például az ő korrupciógyanús ügye, a vakcina beszerzések ügyében, a hozzáállása a háborús kérdéshez, hogy más te mondjak, gyakrabban jár Kijevbe, Brüsszelből, mint mit tudom én Marosvásárhelyről Kolozsvára. Szóval nem biztos, hogy az Európai Uniós polgárok fő problémáira figyel. Nos, egy ilyen kis pártként, hiszen az RMDSZ-nek két képviselője van az Európai Néppárt frakciójában, hogyan lehet úgy befolyásolni, lehet-e egyáltalán valamennyire befolyásolni az Európai Néppártban a történéseket, hogy valamiféle változás legyen? Teljesen egyetértek önnel, hogy Ursula von der Leyennak a megítélése az ellentmondásos, és nagyon sok olyan dolgot csinált, ami enyhén szóval értelmezhető volt, vagy nem volt egyértelmű, hogy így fogalmazzak. És a kisebbségi kérdésre sem volt, ő azt az álláspontot képviselte egyébként a Minority Safe Pack kapcsán is, hogy az Európai Bizottságnak nem kell lépnie ebben az ügyben, és ezt expressis verbis el is mondta. Tehát én nem csodálkozom azon, hogy az erdélymagyarságnak nincs jó véleménye Ursula von der Leyenről. Nyilván azzal is tisztában vagyunk, hogy az RMDSZ, jelen leszünk mi is jövő héten Bukarestben ezen a néppárti kongresszuson. Természetesen mi a néppártban egy kisebb szervezet vagyunk. Tisztában vagyunk azzal, hogyha a néppárt többsége, a néppárt tagjainak többsége egyetért azzal, hogy Ursula von der Leyen legyen megint a néppárt, az Európai Néppárt jelöltje a bizottság elnöki tisztségére, ezt az RMDSZ nem tudja megakadályozni. Nyilván alkalom van bizonyos kérdésekben elmondani a véleményünket a kongresszuson. Egy dolgot azért kiemelnék, amivel egyáltalán nem értünk egyet. Úgy értesültünk, hogy az a terv, hogy Ursula von der Leyen közfelkiáltással fogja megválasztani az Európai Néppárt a bizottsági elnöki jelölti tisztségre. Közfelkiáltással lesz ez a szavaz. Hát ezt vannak emlékeim. Ennyi szóval viccesnek tartom, vagy szomorúnak is ugyanakkor, vagy groteszknek használható. Vannak ilyen képek az én emlékeimben, hogy egy bizonyos pártfőtitkárt választottak így a Román Kommunista Párt kongresszusán, Ceausescu-t. Tehát már ez szerintem véleményem szerint azt jelzi, hogy nem vállalják, ugye tudjuk RMDSZ alapszabályzatból is tudjuk, akkor is, hogyha egy tisztségre egy jelölt van, titkos szavazás van, és a jelöltnek el kell nyerni a jelenlevők többségének a szavazatát. Tehát volt olyan az RMDSZ-ben is, hogy valaki egyedül indult és második lett. Na, tehát hogyha én ebből azt a következtetést vonom le, hogy Ursula von der Leyen közfelkiáltással, ez a párt vezetőségének a javaslata, hogy közfelkiáltással akarják megválasztani a jelölti státuszra, azt jelzi, hogy nem bíznak abban, hogyha esetleg egy titkos szavazás lenne, hogy ez sikerülne. Vagy hogy milyen arányok születnének azon a szavazáson. Tehát számomra egyértelmű, hogy tisztában vannak azzal, hogy Ursula von der Leyen a néppártban sem örvend a legnagyobb népszerűségnek. Véleményem szerint ezért választották ezt a mechanizmust, ezt a módozatot, hogy közfelkiáltásra válasszák meg jelöltnek. Talán legerőteljesebb jelzés volt az utóbbi években az Európai Unió politikája ellen a gazdáknak a megmozdulása Európa szerte, ugye itt nálunk is. Mennyire érezte meg a politika, akár itthon nálunk, akár Európában, ennek a kérdésnek a súlyosságát, hiszen azért ez sok mindennel összefügg.
a rossz uniós politikával is, a rossz háborús politikával is. Mennyire érződik, mennyire van súlya egy ilyen tüntetésnek, ami tényleg egy talán eddig soha nem látott megmozdulás volt Európában az egységét illetően? Igen, ez egy különleges esemény volt már, ami a dimenzióit illeti, mert azért gazdatüntetések korábban is voltak. Én azt gondolom, hogy azért a politikum reagált, mert gondolom ön is látta, hogy visszalépett az Európai Bizottság azon tervétől például, hogy fűnyíró módszerrel kötelezze a gazdákat arra, hogy csökkentsék a növényvédő szereknek a használatát. Itt nyilván itt nem arról van szó, hogy mi azt szeretnénk, hogy csak kemikáliát fogyasszunk. De ezt nem lehet fűnyíró módszerrel csökkenteni olyan körülmények között, és disztingválni kellene a nyugati tagállamok között, vagy az északi tagállamok között, és a keleti vagy a délkeleti tagállamok között, amelyek ugye a kommunista blokkból érkeztek az Európai Unióba. Még mindig van egy nagy szakadék, ami a fejlődést illeti, és azt is meg kellett volna nézni, hogy a kelet-európai tagállamokban, a mezőgazdaságban hektáronként sokkal kevesebb növényvédőszert használnak egyébként, mint nyugaton. Hát akkor hogy lehet egy ilyen blödséggel előállni, már elnézést a kifejezésért, hogy ugyanolyan mértékben csökkentse a nyugat-európai gazda is, aki sokkal több növényvédőszert használ, mint a kelet-európai tagállamban dolgozó gazda. Tehát ezt a politikum valamennyire megértette. Nyilván nem csak erről van szó. Ez volt az egyik komponense ennek a kérdésnek. A másik dolog számomra, ami világos, amit én innen Erdélyből látok, az, hogy a környezetvédelem kérdését nagyon ideológikusan kezelte, és kezeli meg most is. Nem azt mondom, hogy az egész Európai Unió, hanem főleg a bizottság. A bizottságról beszélek most, az Európai Bizottságról. Én elmondanám magamról azt, hogy én egy természetjáró, természetszerető ember vagyok. Nagyon sok időt, szabad időmet a természetben töltöm, de azt gondolom, hogy a környezetvédelmi kérdés nem lehet pusztán ideológiai szempontból megközelíteni, mert véleményem szerint, ha ideológiai szempontból közelítjük meg, rossz következtetéseket vonunk le. És ilyen szempontból egy egyensúlyt kell találni a környezetvédelmi célok és a mezőgazdaság és a gazdaság érdekei között. Mert amennyiben a környezetvédelemnek, a környezetvédelmi célok elérésének az árát csak bizonyos társadalmi rétegekkel fizettetjük meg, akkor egyrészt őket válságba taszítjuk, másrészt nem lesz társadalmi támogatottsága a környezetvédelmi céloknak. Tehát ilyen értelemben ezeket a célokat én úgy gondolom, hogy közpénzt kellene áldozni rá. Nem úgy, hogy elveszünk a gazdáknak a támogatásából például, hanem az Unió más forrásokból irányítson a környezetvédelmi céloknak az elérésére bizonyos forrásokat. Vagy amennyiben ha a gazdák nehéz helyzetbe kerülnek, akkor kompenzálják őket, mert vannak erre mechanizmusok. Ez eddig nem történt meg. Eddig nem történt meg ez a dolog, és véleményem szerint azért nem történt meg, mert ideológikusan közelítették meg a kérdést. Nem vették figyelembe azokat a különbségeket, amelyek Nyugat-Európa, most csak a mezőgazdaság, de ez az iparra is érvényes, hogy ugyanúgy nem csak a mezőgazdaságra, azok a különbségek, amelyek Nyugat-Európa és Kelet-Európa között léteznek, ezt sem vették figyelemben, és azt sem vették figyelemben, hogy nyugaton, tehát a nyugat-európai tagállamokban, ismétlem, sem lehet csak a gazdákkal megfizetetni a környezetvédelmi célok elérésének az árát. Tehát ez világos kell, hogy legyen. Én úgy érzem, hogy valamennyire megértették ezt. Mondok egy másik példát, amelyik, és ezzel zárom a környezetvédelemmel kapcsolatos és a gazdákkal kapcsolatos eszmefuttatásomat. Ugye az Unió kitűzte célul, hogy csökkenteni kell a széndioxid kibocsátást. Egyetértek ezzel, én is azt mondom, hogy csökkenteni kell a széndioxid kibocsátást. De nem úgy, hogy ezzel teljesen versenyképtelenné teszed az európai ipart más országok iparával szemben, olyan körülmények között, hogy az Európai Unió a globális széndioxid kibocsátásnak csak a 8%-áért felel. Tehát a következtetés az, a széndioxid kibocsátásnak a csökkentését nem tudja az Európai Unió globálisan egyedül megoldani. Szövetségeseket kell keresni a többi nagy szennyező körében, Kína, Egyesült Államok, Oroszország,
Nézzük meg csak, hogy az ukrán-orosz háborúnak mekkora széndioxid lábnyoma mondjuk, tehát ez csak úgy zárójelbe teszem ezt a dolgot, és próbálni egy konszenzus keresni ebben a kérdésben. Mert ha csak Európa teszi meg ezt a lépést, akkor két dolgot fog elérni. Egy, nem fog érdemben csökkenni a széndioxid kibocsátás globális szinten, kettő, a saját iparát versenyképtelenné teszi más országok iparával szemben, akik esetleg nem áldoznak arra, hogy csökkentsék a széndioxid kibocsátást. Talán ez a legnagyobb probléma az Európai Unió jelenlegi vezetésével, hogy valóban minden döntés mögött valamiféle ideológikus hozzáállás húzódik meg. Lát-e esélyt a változásra? Most jön egy európai parlamenti választás. Tudjuk, hogy az Európai Parlamentnek a ereje nem túl nagy, de mégiscsak jelezhet valamit az, hogy bizonyos országokban milyen eredmények születnek, hogy végül milyen összetétel lesz az Európai Parlamentben, és ott majd ennek lesz-e valamiféle eredménye, például azzal kapcsolatban, hogy kiket jelölnek különböző pozícióba. Szóval lát-e esélyt a változásra? Nyilván az Európai Parlamentnek döntő szava van abban, hogy ki legyen az Európai Bizottságnak az elnöke. Utána, hogy az Európai Bizottság mit csinál és hogyan közelít meg kérdéseket, azt nagyon sok aspektusát tekintve az Európai Parlament nem mindig tudja befolyásolni. Most nem mennék bele az intézményi mechanizmusokba, de az, hogy hogyan áll hozzá bizonyos kérdésekhez az Európai Bizottság, az sokszor az Európai Parlament deklaratíve el tudja mondani az álláspontját, viszont nem tud sok esetben érdemben változást előidézni. Ott van emellett a tagállamoknak a grémiuma, a tanács, ott és az Európai Bizottság, ezek is nagyon fontos játékosok. Tehát itt az Európai Parlament nem minden esetben tud változást előidézni. Nagyon fontos az, hogy ki lesz a bizottságnak az elnöke, egyrészt abból, hogy lássunk-e változást a bizottsági szinten. Kik lesznek a biztosok? Kik lesznek a biztosok? Itt a tagállamoknak azért ebben van szerepük. Nem tudnám még önnek elmondani, de valószínűleg, hogyha a többség egy kicsit módosul, vagy másképpen alakul, vagy a többségnek az összetétele más típusú lesz, mint most, akkor véleményem szerint esély van azért arra, hogy egy kicsit az ideológikus megközelítésből visszavegyenek, és próbáljanak valahogy a pragmatizmus talajára lépni. Esély van rá. Nem tudnám önnek ebben a pillanatban teljesen biztosan kijelenteni, hogy ez így is lesz. Esélyt látok rá. Ugye összevont választások lesznek, egyszerre tartják az európai parlamenti választásokat és a helyhatósági választásokat június 9-én. Az elemzők szerint ez azért jó a Nemzeti Liberális Pártnak, de a Szociáldemokrata Pártnak is, mert az ő polgármestereik 80%-a az vagy szociáldemokrata, vagy nemzeti liberális színekben politizálnos, majd ők mozgósítják a szavazóikat, és ezért majd jobban fognak szerepelni az Európai Parlamentben is. Na most igaz lehet-e ez az RMDS-re? Ha én jól emlékszem, akkor a százalékos arányban az RMDS talán jobban is szerepelt az Európai Parlamenti választáson, mint a helyhatóságén. Ismétlem itt, hogyha a százalékokat veszük. Tehát akkor az RMDS-nek ez az összevonás mit jelent valójában? Pontosítanék egy kicsit, és keretezném ezt a történetet. A Szociáldemokrata Párt és a Nemzeti Liberális Párt abból az előfeltevésből indult ki, hogy általában a helyhatósági, az önkormányzati választásokon a részvétel, a választópolgároknak a részvétele magasabb, mint az európai parlamenti választásokon. Ez két esetben nem igaz. 2014-ben és 2019-ben is az európai parlamenti választásokon magasabb volt a részvétel, mint 2016-ban és 2020-ban az önkormányzati választásokon. Nyilván a 20-ban azt mondhatjuk, hogy akkor már koronavírus járvány volt, és azon feltételek között kellett megszervezni a választásokat, de 16-ban nem, 14-ben nem volt, se 16-ban nem volt koronavírus. Igaz, hogy régebben, tehát ha visszamegyünk időben 2014 előttre, akkor igaz ez a kijelentés, hogy az önkormányzati választásokon magasabb volt a részvétel, mint az európai parlamenti választásokon. Nyilván a két nagy párt abból indul ki, hogy mind a kettő országos párt, országos lefedettségű párt, az egész országban vannak tanácsosaik, polgármestereik, megyei tanácselnökeik, tehát ilyen szempontból ők a mozgósításra számítanak.
és arra, hogy azok az emberek, akik a közigazgatásban dolgoznak, és akik maguk is jelöltek lesznek sok esetben az önkormányzati választáson, akkor jobban fognak mozgósítani, és ebből ők jobb helyzetbe tudnak kerülni, és nehezebb helyzetbe kerülnek azok a pártok, például a fasiszta magyar ellenes AUR, azok a pártok, amelyeknek nincsenek polgármestereik, vagy kevés polgármesterük van, mint az USZIR-ének például. Az RMDSZ-nek a helyzete véleményem szerint egy kicsit sajátos, mert mi egy regionális politikai alakulat vagyunk. Tehát az önkormányzatok, ahol nekünk képviselőink vannak, polgármestereink, megyei tanács, elnökeink, azok Erdélyben vannak. Nem rendelkezünk önkormányzati képviselettel az egész országban. Tehát ilyen szempontból egy kicsit olyan, mintha az almát hasonlítanánk a körtéhez, mert nem hasonlíthatjuk az RMDSZ helyzetét, sem a PCD helyzetéhez, sem a liberálisok helyzetéhez. Vita volt erről RMDSZ-ben is, hogy a magyar közösségnek és az RMDSZ-nek mi lenne jobb, ha külön lenne, vagy ha együtt lenne. Nem egyértelmű a konklúzió, meg kell mondanom önnek. De én azt gondolom, hogy azért mozgosítani a mozgosításban segít, legalábbis azokon a területeken, ahol mi is rendelkezünk önkormányzati képviselettel. És függetlenül attól, hogy most június 9-én csak európai parlamenti választások lesznek, vagy európai parlament és önkormányzati választások is, számunkra a tét nem változott. A tét továbbra is ugyanaz, az erdélyi magyar érdek érvényesítése. És mi fel van készülve a választásokra, függetlenül attól, hogy mondom, hogy ezek most eldőlt már június 9-én lesznek. Eddig úgy készültünk, hogy az önkormányzati a szeptember végén lesz, ez megváltozott, de ennek ellenére fel vagyunk készülve, és arra is, hogy az erdélyi magyar érdeket érvényesítsük. A kampány az némileg meglepően, itt a hangsúlyon némileg szón van, meglepően kezdődött, hiszen már is előkerült a magyar kártya. Ugye Márcsér Csolákú, talán tőle nem is számítottunk ennyire erre a fajta kampányra. Ugye Marosvásárhelyen kijelentette, hogy Székelyföld nem létezik, aztán picit finomított, amikor tovább ment, Hargita megyében már létezett Székelyföld, ott már csak az autonómiával volt baj. Szóval megjelent a magyar, vagy ha úgy tetszik, a székely kártya már is. Közben meg Marosvásárhelyen újra született egy olyan döntés a katolikus gimnáziummal kapcsolatban, ami nem kedvező, és talán ott is a legérdekesebb az, hogy erre rögtön reagált Ciprián Dobré, a helyi Nemzeti Liberális Párt vezetője, a jelenlegi prefektus, aki hát kvázi örömmel közölte, hogy egy újabb akadály van, meg némileg csúsztatva is, hogy egy újabb akadály van az iskola megalapítása előtt. Szóval úgy tűnik, hogy erre kell fölkészülni, hogy egy magyar ellenes kampány is lesz. Hogy egy kicsit keretezzük ezt a történetet, azzal indítanék a román belpolitika és a román demokrácia nem nőtt ki abból a gyermekbetegségből, hogy kampányban, de nem csak kampányban, a magyar kártyát ne használja. Tehát ebből a gyermekbetegségből, ebből nem tudtak kinőni. Láthattuk ezt a korábban mondottam Johannisnál. Nyilván az volt a legsúlyosabb eset, de a magyar kártya mindig előjön, és nem csak a fasiszta magyar ellenes AUR-nál, hanem a fősodorhoz tartozó pártok esetében is előjön, tehát a nemzeti liberálisoknál is előjön, és a szociáldemokratáknál is, sajnos. Ennek voltunk most tanúi, Márcsér Csolákú is ezt csinálta. Hasonlíthatnám egy kicsit ahhoz, amit Johannis csinál, de tartalmában azért kicsit más volt, de azért fővolanaiban illeszkedik ahhoz, hogy ő is bedobta a magyar kártyát. Véleményem szerint azért csinálta ezt, nem tudom, hogy ez bölcs volt, vagy nem, ezt majd az elemzők eldöntik. Ő elindította, ő államfőjelölt akar lenni Márcsér Csolákú, ez szerintem mindenki számára világos, és ő arról próbálja a liberálisokat is meggyőzni, hogy ő legyen a liberálisoknak és a szociáldemokratáknak a közös államfőjelöltje. És ebben szerintem ezeket a székelyföldi kijelentéseket ebben a regiszterben kell értelmezni, ő csak arról feledkezik el véleményem szerint, hogy azért ebben a kérdésben, hogy ki lesz román államfő, ki lesz Románia elnök, azért az erdélyi magyaroknak is van egy szavuk, úgyhogy nem vagyok benne teljesen biztos, hogy a számítás az jó volt, vagy nem volt jó, hogyha ő ezt a kérdést teljesen a választási logika mentén kezelte, és véleményem szerint 80%-ban a választási logika mentén kezelte ezt a kérdést.
Az, hogy Románia miniszterelnöke azt mondja, hogy Székelyföld nem létezik, az megengedhetetlen, ezt vissza kell utasítani, ezt megtette Táncos Barna a szenátor, megtettem én is. Én egy rövid videót vettem fel, amiben elmondtam, hogy a Székelyföld létezett, létezik és létezni fog. És azt is hozzátettem, mert szerintem talál ehhez a helyzethez. Ioan Rațiu memorandista, erdélyi román politikai vezetőt idéztem, aki az 1890-es években pont Kolozsváron a memorandisták ellen indított perben azt mondta, hogy egy népnek a létezését azt nem kell kétségbe vonni, azt ki kell nyilatkoztatni. És azért hivatkoztam egy román erdélyi vezetőre, hogy érzékeltessem ennek a problémának a súlyát. Tehát, hogy az megengedhetetlen, hogy azt mondja a Románia miniszterelnöke, hogy a Székelyföld nem létezik. Az is megengedhetetlen, hogy bennünket román, magyar etnikumú románoknak nevezzem. Ő magyar etnikumú románoknak nevez bennünket, ezt a megnevezést a nacionálkommunizmusban, a nemzeti kommunizmusból származik, a 80-as évekből, a Ceausescu érából. Ugye ez volt a szakirodalomban, ez volt a szóhasználat, hogy nacionálkommunizmus vagy nemzeti kommunizmus a politológiában és a történetírásban. És 2024-ben Csoláku pont ezt a megnevezést használja. A fasiszták, azok pedig azt mondják, hogy mi románok vagyunk. Tehát az AUR, csak érzékeltetem, hogy itt vannak nacionalista megnyilvánulások, és vannak sovén fasiszta megnyilvánulások. Az AUR pedig azt mondja, ő bennünket román testvéreknek nevezett le. Lehet, hogy ön is látta az elmúlt időben. Tehát ez az alapállás. Sajnos én azt gondolom, hogy úgy a fősodorból számíthatunk további nacionalista megnyilvánulásokra, a fasisztáktól további sovén megnyilvánulásokra, ezeket határozottan vissza kell utasítani, és nekünk az a dolgunk, hogy jó állapotban legyünk, jó eredményt érjünk el, és tudjuk érvényesíteni az erdélyi magyar érdeket. Itt még azért Marosvásárhelyre térjünk ki, frontváros lesz újra Marosvásárhely? Valószínűleg igen. Valószínűleg igen, a Dobrénak a kijelentését ön is mondta az előbb, igen. Tekintve ott van egy újabb tanácsi határozat, amit most a 2022-es tanácsi határozattal kapcsolatosan hozott az ítélőtábla, a Marosvásárhelyi Táblabíróság egy döntés, de azt tudni kell, hogy utána még egy tanácsi határozatot elfogadott a Marosvásárhelyi Tanács a katolikus iskoláról, amiben úgymond beleépítették Dobrénak az észrevételeit, Dobré, aki megtámadta a 2022-es tanácsi határozatot is, de ennek ellenére, hogy beépítették a tanácsi határozatba, azt is megtámadta a közigazgatási bíróságon. Biztos vagyok benne, hogy nacionalista érzelmek vezérlik ebben a kérdésben őt, és ilyen értelemben helyes az a következtetés, hogyha arra következtetésre jutunk, hogy Marosvásárhely frontváros lesz most is. Itt egyébként beszélgetünk ugye néhány percre a magyar kártyáról, és hát ugye említette az AUR, de most éppen az AUR-tól nem hallunk ilyen megnyilvánulásokat. Vihar előtti csend, vagy mire számíthatunk itt az AUR-tól? Ez ilyen hektikus. Taktika? Taktika is, hektikus is. A parlamentben azért minden héten lehet hallani, csak nem mindig éri el a sajtónak az inger küszöbét, tehát ezt frakcióvezetéként önnek mondhatom. Nyilván az utóbbi időben nem volt olyan magyar ellenes megnyilvánulás az AUR részéről, ami elérte volna a sajtónak az inger küszöbét. Ez igaz? Mit tudom, az utóbbi két hétben mondjuk. De ezen a héten is a parlamentben elég éles viták voltak, ahol a magyar kérdés azért csak, és bármilyen törvénytervezet van, tehát van egy ilyen romániai abszurdum a parlamentben, bármilyen törvénytervezet van, ha valaki kimegy beszélni, nagyon gyakran megtörténik, hogy a magyarokról fog beszélni, úgyhogy semmi köze a felszólalásának a megvitatott törvénytervezethez. Nos, tehát én ezt egy kicsit inkább taktikai visszalépésnek tartom a fasisztáknak, a fasiszta sovének részéről, és ez lesz egy ilyen kombináció lesz sajnos, ezt így kell mondanom, a sovén és a nacionalista megnyilvánulások között. Egy részük fog jönni a fősodor részéről, a nacionalizmus, és a szélsőségesek részéről pedig a sovinizmus. És ebben az erőtérben kell bölcseknek maradjunk, higgadtaknak maradjunk, határozottaknak maradjunk, és ebben a millióben kell érvényesítsük az erdélyi magyar érdeket továbbra is. Köszönöm szépen a beszélgetést Csoma Botonnak, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetőjének, önöknek pedig a figyelmet. Köszönöm, viszontlátásra!